úgy gondolom, hogy a Fidesz károkozása az egészségügyben most már rettegő betegekbe, de ezen túlmenően most már halottakban is mérhető sajnálatos módon. Volt néhány olyan ügy a héten, amelyben világossá vált, hogy itt egy nagyon komoly betegellátási válság van, és úgy látszik, hogy a fideszes nagyurak nem akarnak ezen a válságon segíteni, nem akarnak ezen igazából túl lenni. Szeretnék megemlíteni két olyan ügyet, ahol a fideszes vezetés lelepleződött a hét folyamán, és mindkettő a parlamentben játszódott le. Az egyik az volt, hogy Rétvári államtitkár úr azt mondta, hogy soha ilyen rövidek a várólisták nem voltak, aztán 24 óra elteltével kiderült, hogy soha ilyen hosszúak nem voltak a várólisták. Kérem szépen, ma Magyarországon egy városnyi ember vár valamilyen műtétre. Én az éjszaka kaptam olyan SMS-t, ahol egy illetőnek egy csípőprotézis műtétre 2021-re adtak előjegyzést. Mondom, 2021-re. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig éppen azonnali kérdést tettem föl az ágazatot irányító miniszternek a kórházi fertőzéseket illetően. Azt hiszem, hogy mindenki előtt világos, hogy most már hónapok óta dugdossák ezt a halállistát, hiszen nem hozzák nyilvánosságra a kórházi fertőzések számát, és nem hozzák nyilvánosságra azokat a kórházakat, illetve nem nevezik meg azokat a kórházakat, ahol a legnagyobb a kórházi fertőzések száma. Ezen túlmenően a hét közepe van, és már két sürgősségi osztályvezető lemondott az egészségügyben. Nyilván önök is hallották, hogy először a Pécsi Egyetemi Klinika sürgősségi osztályvezetője, tegnap előtt pedig a Veszprémi megyei kórház sürgősségi osztályvezetője dobta be a törölközőt, azt mondta, hogy ő nem akar erre az egészre rámenni, még túl fiatal ahhoz, hogy ott kelljen neki befejezni a földi pályafutását a sürgősségi osztály élén. Ezen túlmenően tegnap előtt a Népjóléti Bizottságban többek között a kormánytagok VIP-ellátásáról tárgyalt a bizottság, és a fideszes nagyurak úgy gondolták, hogy van Magyarországon elég orvos, van Magyarországon elég nővér, és kitellik belőle, hogy a Honvéd Kórházba egy külön részleget biztosítsanak a fideszes nagyuraknak. Én azt gondolom, hogy ez a pofátlanság ne továbbja, annál is inkább, mert éppen ez az az intézmény, amelyik ikonikussá vált a magyar egészségügy területén, hiszen Zaher Gábor szeptemberben itt dobta be a törölközőt, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő ezt tovább nem csinálja. Igaz, hogy október végéig el akarta látni a feladatát, de a miniszter pökhendi nagyképű módon azt mondta, hogy 24 órája van ahhoz, hogy elhagyja az intézményt. Ugyanezt tették azzal a szívsebésszel, akinek a betege meghalt. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt feljelentéssel, büntető feljelentéssel élt ebben az ügyben. És kérem szépen, hónapokkal ezelőtt fölhívtam a figyelmet arra, hogy gőzerővel folyik a kétszintű egészségügy kialakítása, és szeretnék idézni most Kásler miniszter úrtól, és engedjék meg, hogy belenézzek a papíromba, mert szeretném szó ne szerint hazudj! Idézni. Ne hazudj! Kidolgozzuk a magán és az állami ellátás szétválasztását célzó első javaslatokat. Ez egy hosszú folyamat lesz, amit egy lépésben nem lehet megvalósítani. Pontosan tudjuk, hogy az alapelvárás, hogy legyenek teljesen világos jogi, működési és finanszírozási viszonyok. Kérem szépen, ma a piacon egy diagnosztika elkészítése 20-40 ezer forintba kerül, egy egyszerűbb műtét 3-400 ezer forintba, és egy komolyabb műtét pedig olyan 800 ezer és 1 millió 200 ezer forintba kerül. Kérdezem, mert pontosan tudjuk, hogy elkészült a minisztériumban ez a dokumentum. Mikor kerül nyilvánosságra? Mikor hozzák nyilvánosságra, hogy fizetősség kívánják tenni a magyar egészségügyet? Éppen ebből adódóan a Szocialista Párt népszavazást kezdeményez ebben az ügyben, és mi azt mondjuk, hogy igenis a népnek kell kimondani ebben a verdiktet. Reményeim szerint egy olyan kérdés sikerül majd föltenni, amely az Országos Választási Bizottságban is megállja a helyét.